Szervusztok, Házi Ádám vagyok a Wagner-Szár Hungária Kft-től. A mai videónak a témája az elmúlt időszakban megfigyelhető áremelkedések, a napelemes piacnak drágulása. Erről fogunk beszélni röviden. Az elmúlt fél évben a napelem piacon több esetben is megfigyelhettünk áremelkedést, ami az elmúlt években azért inkább árcsökkenés volt jellemző, most ennek ellenére az elmúlt néhány hónapban több tényező is játszott, ami följebb tolta a napelemeknek az árát. Az első ilyen tényezők között volt a szállítási költségnek a drágulása. Sajnos a legtöbb termék, vagy legalábbis alapanyag, nyersanyag mindenképpen Ázsiából, főleg Kínából érkezik. Ezeknek a konténereknek a szállítási költsége január óta, december óta háromszorosára, négyszeresére nőtt az előző időszakhoz, vagy mondjuk az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ezen kívül már nagyon gyorsan jelentkezett a napelem szolár üvegeknek az áremelkedése, ami nagyságrendileg 70%-os mértékű volt. Gyakorlatilag szolár üveg hiány volt a piacon, és ez megdrágította a napelemeket. Itt voltak olyan napelemek, amiket kevésbé érintett, kisebb áremelkedés volt, volt amiket jobban, hiszen egy 300 wattos napelemhez is ugyanakkor a méretű szolár üvegre van szükség, viszont a szolár üveg drágalása ugye 300 wattra oszlik vissza, míg mondjuk egy 400 wattos napelemnél, ahol szintén ugyanakkor a szolár üvegre van szükség, ugye a 400 watt miatt jobban visszaoszlik a költség, így arányaiban kisebb drágulás volt megfigyelhető. Viszont gondolnunk kell arra is, hogy a Covid időszak miatt a nehézipar komoly kihívásokkal küzdött, nagyon sokan megkongatták a vészharangot, és leálltak a gyárak, leálltak a kohók, leálltak a nehézipar szereplői, és előbb-utóbb, mivel a kereslet nem csökkent olyan mértékben, előbb-utóbb várható volt, hogy amivel a kínálat viszont csökkent, ezért jelentős áremelkedés lesz megfigyelhető, és ez meg is történt. Mind az alumínium, mind a réz, az egyéb a nyersanyagoknak az ára rendkívüli mértékben megnövekedett az elmúlt néhány hónapban, vagy mondjuk így az elmúlt fél évben, és ez is kihatással volt a napelemekre, hiszen alumíniumot használnak a napelemek kereténél, egyébként a tartószerkezetnél is, ezen kívül rezet használnak értelemszerűen a kábeleknél, ugye a szolárvezetékeknél, úgyhogy itt ez az áremelkedés szintén kihatással volt. Ezen kívül minden évben van februárban egy úgynevezett kínai új év, amikor egy-két hétig a teljes kínai piac leáll, ugye, és a termelés nincsen. Viszont Európában az igény az elég magas volt, elindultak újra a vásárlások, sok vásárlás ösztönző program volt megfigyelhető például Magyarországon is, ugyanígy Európában jellemzően mindenhol, szinte mindenhol. De ezen kívül volt egy váratlan esemény, ugye itt a szuezi probléma, ott igaz, hogy maga az a hajó, az csak egy hétig akasztotta meg úgymond a forgalmat, de a földgyűlemlett hajóknak a száma, és azoknak a szervezet későbbi átengedése lelassította a napelemek beérkezését. Ezen kívül nem segítette az sem a helyzetet, hogy azon a hajón konkrétan, amin ha jól tudom 20 ezer konténert szállítottak, vagy lehet még akár többet is, többjük napelem is volt. Bizonyos gyártóknak a napelemiből hiány alakult ki szinte teljes mértékben a piacon, és ez is egy olyan árfelhajtó erővel bírt, hogy teljesen mindegy volt, hogy azt a napelemet mennyiért veszik meg, csak legalább kapják meg, több projekthez, ahol ezek a napelemek lettek úgymond értékesítve, ezek lettek elfogadva, ezek lettek kiajálva, ragaszkodtak hozzá ugye a beruházók, a vásárlók. Ezen kívül indult egy őrület, egy hajrá januárban ugye, amikor tudtuk azt, hogy június 30-ig be kell fejezni a 50%-os otthonfelújítási támogatásban résztvevő ügyfeleknek a rendszereit, és a legnagyobb kereslet márciusban, áprilisban és jelenleg is májusban mutatkozott, amikor a legtöbb napelemet szerették volna a telepítők ugye föltelepíteni, és ekkorra gyűrűzött be gyakorlatilag ez az áremelkedés, illetve a termékhiány, alapanyaghiány, ami eléggé felnyomta közel 20%-kal a napelemeknek az árát, bekerülési költségét.
Ezen kívül egy másik ilyen tényezőről is azt gondolom, hogy ebben a videóban érdemes említést adni, mégpedig ez a szintén globális chip hiány, ami bár a napelemeket nem befolyásolta, viszont az invertereket, optimalizálókat annál inkább, és jelenleg ott tartunk, hogy némely típusú készülékre a gyártók 3-4 hónapos szállítási határidőket igazolnak vissza, és mondjuk a legtöbb esetben még a napelem cserélhető egy adott másik típusra azonos teljesítményben, addig az inverter, ha le van engedélyezhetve, sokkal bonyolultabb, ezért itt is egy árfelhajtó tényező jelent meg. Megjelentek azok a telepítők, vevők a piacon, akik hajlandóak voltak drágábban megvenni akár ugyanazt a terméket, csak megkapják, és szépen kifogyott bizonyos típusú vagy teljesítményű inverterek a piacról. A lakosság ügyfelek bizonyosan a legtöbb esetben nem érzékelték ennek az áremelkedésnek a tényét, mert a velük volt velük a kivitelező egy szerződést kötött, ugye vállalta, rögzítették az árakat. Ez inkább a telepítők kárára ment, anyagi kárára. Bízom benne, hogy mindenki helytállt ebben a nehéz időszakban. Köszönöm, hogy velem voltatok, nézzétek meg más videóinkat is, kövessétek YouTube csatornánkat, és a legközelebbi videóig. Szervusztok, sziasztok!